Bő 2 évvel ezelőtt így kezdődött a nyár. Ugyan a feltöltött medencék azt jelezték a sóstói parkfürdőben, hogy minden készen áll a vendégek fogadására, a koronavírus miatt csak több hetes csúszással kezdődhetett el a strandszezon. 2020-ban és tavaly még számos korlátozás volt érvényben a járvány miatt, emiatt jelentősen visszaesett Nyíregyháza fürdőinek látogató száma. Innen kellett felkapaszkodni, ami az idei szezonban sikerült, mondta el 35 perc című műsorunkban Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT megbízott vezérigazgatója. A 21-es év az már valamelyest barátságosabb volt, hiszen ott azért már úgy kicsit úgy beleszoktunk ebbe a covidos mizériába, és már gyakorlatilag, ahogy észrevettem, mindenkinek kialakult egy kis önvédelmi mechanizmus ezzel kapcsolatban, mindenki a maga módján. Hogy már belefáradt és nem foglalkozik. Igen, volt, aki elengedte, volt, aki még mindig félt, még mindig van egyébként, aki félve tekint erre, de azért az idei év már jóval kedvezőbbnek lehet mondani. Csak egy viszonyszám, hogy tavaly a nyári szezonban 120 ezer vendégünk volt, idén pedig 190 ezer vendéget tudtunk fogadni, még a pontos számok még összesítés alatt vannak, tehát azért egy jelentős ugrást sikerült elkönyvelni, és mindazon túl, hogy a megemelkedett vendégszám egy jó hír, de ami külön jó hír, hogy a külföldi vendégek is jóval nagyobb arányban tértek már vissza, ugye mindenhol, nem csak mi nálunk Magyarországon, hanem mindenhol a környező országokban is a belföldi turizmust erősítették, és azt hangsúlyozta a belső turisztikai kommunikáció, jó központilag mindenhol, értelemszerűen ez hatott is. Podlovics Lajos hozzátette, 2019-ig a vendégkör körülbelül 40%-a határon túlról érkezett. 2020-ban és 2021-ben ez az arány 10% alá csökkent, idén viszont a jegyet váltók nagyjából harmada már újra külföldi volt. Nem csak a korlátozások feloldása tett jót a növekedő látogatószámnak, a hosszantartó száraz, forró időjárás is sokakat a strandokra csábított. A július volt a kiemelkedően jó időszak, az egészen biztos, mind az időjárás tekintetében. Az augusztus is valóban mindenki az asszályra emlékszik vissza erre a nyára, de azért a fürdőzés tekintetében, ha már reggel felhőt jósolnak, meg esőt jósolnak, vagy esetleg reggel picit hűvösebben indul a reggel, akkor az már vissza tudja fogni a fürdőzőkedvet. Ha reggel mindenki úgy kell fel, hogy verőfényes napsütés, és már reggel 22 fok van, akkor garantáltan indulnak a fürdőbe az emberek. Az augusztus első két hete és a vége az ilyen szempontból nem volt szerencsés, ugye, hát nyilván sokan örültek annak, hogy augusztus vége az már ilyen csapadékosabbra sikeredett. Nyilván ismertek, mi is örülünk neki, meg kell a kellett volna a mezőgazdaságnak is, de hát nálunk az a jó, amikor nem esik az eső. Népszerűek voltak idén a sportprogramok is, egyszerre több száz vendéget vonzott az országos strandfoci fesztivál, és még ez a hétvége is tartogat rendezvényt. A parkfürdő területéről indítják el a 4. alkalommal megrendezésre kerülő Extreme Trail Weekendet. Több mint 600-an vesznek részt a kétnapos akadályfutó versenyen.